Vujic Rutko, horvát származású magyar író, újságíró, Magyarország népszerű televíziós riportere, a Pokoli és Angyali Történetek könyveinek szerzője, aki a médiában töltött éveit cserélte el egy nyugodtabb életre Hawaii szigetén. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban tartott előadásán arról beszélt, hogy milyen az élet a szigeten, mit is jelent az ott élőknek az aloha érzés. És aloha az azt jelenti, hogy béke, nyugalom. Hawaii szótárban azt jelenti, hogy Isten lehellete. Tehát amikor Közép-Kelet-Európából, ez nem csak Magyarországra vonatkozik, Közép-Kelet-Európából egy kicsit kiszakad az ember, és én például egy egykori tévériporter voltam Magyarországon, most teknősökre vigyázok egy Laie nevű városban, mint önkéntes vadőr, tehát hogy szeretném megmutatni azt, hogy mi az, hogy béke és nyugalom. Rutko egyszer csak úgy döntött, hogy miután megnézte a földi pokol meg annyi bugyrát, elköltözik a paradicsomba, ahol szabad idejében vadőrként teknősökre vigyáz egész nap. Az önkénteskedés mellett az Egyesült Államokban előadásokat is tart. Az Egyesült Államokban van 49, tehát 49 kontinentális állama van, és ami Amerikában van, és van egy, amelyik Óceániában van, ez Hawaii. Hawaii-on azzal sem foglalkoznak, hogy Amerikában mi van, nem hogy bárhol máshol mi lenne. Úgyhogy én az Egyesült Államokban tartok előadásokat. Vertigo Beyond All Borders, vagyis Vertigo túl minden határon. Azért én nagyon sok olyan helyen voltam, ami egy amerikai számára is nehezen megfogható, Észak-Koreában, vagy ugye hazakísértük a világ utolsó hadifoglyát, voltam Csernobilban többször, tehát hogy vannak olyan érdekes helyek, amik számukra is érdekességet jelentenek, tehát újságírás mondjuk úgy, hogy nem megszokott környezetben. Rutko azt is elmondta, hogy számára sokat jelent, hogy élményekben gazdag életet él, és ezt a benne élő kíváncsiságot szeretné továbbadni gyerekeinek is. Nekem egyetlen egy életem van, én nagyon kerülöm a luxust. Én a hipermarketben vettem még a karórámat is, a repülőgép utolsó sorában ülök, mert az a legolcsóbb, mindig másodosztályon utazok, de amit én a gyermekeimnek szeretnék adni, azok élmények. Ezért jött el velem Barnabás Alaszkába, ezért lakunk most ott, ahol lakunk, ezért írok mindig arról könyvet, ahol éppen élek és amit megtapasztalok. Tehát én egy élmény alapú dolgot csinálok, és nekem nagyon nagy álmom volt mondjuk elmenni Észak-Koreába, vagy Csernobilba, úgyhogy én az élményeket szívom magamba, és hát izgalommal várok, mindig fölkészülök mindenre, tehát nem akarok hősi halottja lenni a saját riportjaimnak. Az előadás alatt nem csak Hawaii-t ismerhette meg a közönség, sok más kalandjáról is beszélt az egybegyűlt publikumnak. Mesélt a világ valaha őrzött legszigorúbb börtönéről, az Alcatrazról, ahol a retteget maffia főnök Al Capone is raboskodott, és még sok más izgalmas utazásáról, Honolulutól, Csernobilon keresztül egészen Kínáig.